Sziasztok! Ahogy ígértem, Polgár Judit partival folytatjuk, ugye ő van a, a képen. Úgyhogy kezdjük is el, ez egy Polgár Judit-Gari Kasparov játszma lesz. Judit E4-jel kezdett, mint ahogy egész karrierje során. Kasparov előtte válaszolt, 20, F3, 20, R6, 20 f 3 20 6 és futóbb évek után 20-6-ot lépett Kari, és a berlini védelemre felé Szerelte a játszmát. Egy kis háttér történet, ezt a parit 2002-ben játszották. Ekkor már Kasparov nem volt világbajnok, hanem Kramnyik ö, megverte őt a 2000-es világbajnoki döntőben. Méghozzá fő Kramnyiknak nem más volt, mint a berlini védelem. Úgyhogy most Kasparov a másik oldalra ül ebbe a játszmába, és feketével próbálkozik. Egyébként életes során Kasparov nem gyakran játszotta a berlini, talán egyszer vagy kétszer. Folytassuk is a játszmát. Sánc, 20 D4, huszár D, tehát abszolút a főváltozat, futóüti C6, D5, C6, D5, E5, f és a főváltozat felé megyünk. Ezt a parit egyébként, mondtam, 2002-ben egy világválogatott Oroszország meccsen játszották, és hát ugye 18 év azóta eltelt, az elmélet kicsit megváltozott, itt H3-at tartják a legjobb lépésnek ma már, de Judit 20 C3-at lépett és erre Kasparov h6-tal folytatta, ami szintén nem a legjobb folytatás, gyakrabban rakja a sötét a h már h5-re. Básedi egy sakkal folytatta a polgár, király e8, h3, futó e7, Huszár e2-t lépett itt, itt Judith, amire Kasparov hát nem reagált túl jól, Huszár h4-et lépett. És a probléma ezzel a lépéssel az, hogy miután világos cserél, Huszár futó h4, a világos királyszerű a gyalogokat nagyon könnyű lesz tolni f4-g4-gyel, azáltal, hogy a két f3-ra és f5-ről most eltűnt. Um, futó e3-mal folytatta Polgár, amire futó f5 következett, hogy megtanulja ezt a gyalogot, viszont 20 d 4 tempóra ugye a gyalogot is, megvédi a gyalogot, bocsánat, és 25 5 f 5 is fenyeget, és Kasparovnak az volt az ötlete, hogy h7-re fogja rakni a futóját. Csak hogy erre Polgár g 4 tud lépni, előkészítve a huszára f előbb-utóbb, mi teljesen be fogja csukni ezt a világos mezői futót. Kasparov visszalépett futó e -hittel. most a Polgár király g 2 lépett, egy jó kis erősítő lépés, amire H5 következett Kasparov részéről, megpróbálja kinyitni a h hogy némi játéka játékra a H8 -bástjának. Erre a Polgár huszár f lépett, támadja a futót is, meg a gyalogot is. Kasparov visszalépett a futójával, és most uh, Polgár Király 3 folytatta. Uh, hát nem biztos, hogy Király Fárom volt a legjobb lépés, van, egy egy duplázásnak is uh, lettek volna a hívei. De Király F3 is teljesen nem normális. Futógihat következik uh, Kasparov részéről és Bástya D2-vel most már előkészíti polgár a Bástya duplázást. Igen, ezt még nem mondtam, hogy ez a parti egy rapid játszma, mindkét félnek 25 perc és 10 másodperc bónusz van lépésenként a játszmára. Kasparov kinyitja a h-vonalat a Bástyajának, és Bástya H3 sak király G2, után Bástya h megy vissza, Bástya innen védi a gyalogot, és később a futó esetleg majd el tud jönni mondjuk B4-re, vagy akárhova. Um. A polgár G3-mal folytatta, és rövidesen megjelenik a bástya duplázás, illetve futó G5. Úgyhogy, hogy értékeljük az állást, akkor egyértelmű, hogy világos előnyben van. A fekete futópár, ugye ami a Berlinnek az egész eszménye, futóként adja fel fekete a sáncolásnak a lehetőségét, illetve gyengíti a dupla gyaloggal a saját gyalogszerkezetét, De ez a futópár egyenre nem nagyon dolgozik. Világos fejlődés egyértelmű, és a fekete király is középen van. Most ebbe az állásban Kasparov megunta a tétlenkedést, és F6 úgy hogy nyitja az állást. De ez nem bizonyult túl jó ötletnek, hisz, mint ahogy az előbb is említettem, a fekete figurák rendkívül passzívak és nem kifejlesztettek. A király is középen van, a bástya nem játszik, az F8 futó csinál valamit. És F6-ra a polgár megint jól folytatta, futó F4-et lépett, hogy aktivizálja a futóját ezen az átlón. És itt úgy gondolta Kasparov, hogy nincs mit tenni, fel kell adni a futópát, és leütötte f lecserélve világosnak az erős futóját. De ez a csere ez nem elegendő az, hogy kiegyenlítsen fekete, hiszen g f után, ez még mindig a király középen van, és Polgár nagyon jól folytatta, játékba hozta az A1 bástyáját és bástya 1 ugye a kötés védi a világos futót, nem lehet leütni f4-re. Kasparov, bocsánat, úgy döntött, hogy futó d6-ot lép, és most leütött polgár e5-re, és az helyzet tehát elő, hogy a fekete bástyák annyira passzívak, hiába mondják azt, hogy minden báscsavégi játék döntetlen, de ez a báscsavégi játék, ez teljesen esélytelen feketének. Ha futó e 5 lépett volna a Kasparov, akkor bástya üti e király f8, báscsai d után, megjelent az egyik bástya hetedik sor, és a következő is rövidesen jön bástya elhittel, és a fehér, a fehér bástyák le fogják találni az egész hetedik sort. Rajta a rengeteg gyaloggal. Ugye ez teljesen játszatlan folytatás feketének, úgyhogy emiatt futóüté előtt nem is ütött egyből Kasparov, hanem király d lépett, megvédve a futóját. Így Judit megint nagyon jól folytatta, c lépett, ugye azzal az eszmével, hogy célt után tisztet nyerne, hiszen a futó még mindig le van kötve, és amikor C5 következik fekete részéről, akkor futó 5 D6, C5 D6, bárs E6 után a fekete gyalogok rendkívül gyengék, ugye ez a D6 gyalog ez le is esett egyből, és később a C5 gyalog is uh, uh, célpont tud lenni. Úgyhogy uh, hát ez a zállás, az állás ez már közel nyertnek uh, bizonyul, de ugye rapid party-ról van szó, tehát még mindig vigyázni kell. Bástya h lépett Kasparov, amire Judit leütött D6-ra, király C8, most Bástya D5 következik, támadva még egy gyalogot. Most Kasparov beadott néhány zavaró sakkot. Bástya 3, sak király G2, Bástya 2 sak király F3, Bástya 3, király E4. És további sakoknak nincs túl sok értelme, mert léphetne F4-et erre már polgár. Úgyhogy király E4 után B6-ot lépett Kasparov, megvédte a C5 gyalogját, de itt a helyzet már rendkívül rossz a számára, hiszen bársia c csak király B8, bársia D7 következik, és hát világos szimplán fenyeget tovább, tovább elfoglalni a 7. sorodat, bársia c beduplázni a 7. sorom, És itt Kasparov még lépett egy, egy párat, bársia 2 király E3 megvitte a gyalogot, Bástya F8, Bástya CC7-tel megjelent mind a két Bástya 7. soron, ami általában a győzelemnek a jele. Így is következett Bástya üti F5, Bástya B7, Sak király C8, még egy Sak király D8, és Bástya üti G7, fenyegetünk ugye Bástya G8 mattal is, meg Bástya B8 mattal is, Király C8 az egyetlen lépés, amire uh, Király c még meglépte Kasparov, de ez egyúttal be is dobta a törőközőt, ugyanis például Bástya üti A7, amitán megint csak mat fenyeget a 8 és g 8 király b8, bástya a f után, világosnak szimplán két gyalog előnye van, fekete király leszorítva, világos figurák rendkívül aktívek, ugye gétetek sorú bástya, úgyhogy teljesen reménytelen, és itt Kasparov fel is adta. Úgyhogy Palga legyőzte az ex -világban a Gari Kasparovot, úgyhogy hűtnek ez az egyetlen győzelme Kasparov ellen, és hát ezzel ezt a parit befejeztük, és a következő videóban pedig megint visszatérünk napjainkhoz, méghozzá egy nagyon friss partit, egy Lékó Péter Magnus Kárzen fogok majd elemezni.